Ebben a mai videóban a böjtölés legnagyobb egészségügyi előnyéről, az autofágia jelenségről lesz szó, mely során a nem kívánatos anyagok távoznak a testünkből. Üdvözöllek itt Ujjai Szabolcs Zoárt! Ahogy az ember egyre jobban eltávolodik a természettől, egyre kevésbé érzi, hogy mi a jó számára, eltűntek az ösztöneink, megszűnt az érzékenységünk, nem érezzük mi az, amire valójában szükségünk van. Hála a modern tudománynak most már megértjük azokat a folyamatokat, amelyeket korábban az ember bár nem értett, mégis intenzív érzékenysége által érzett és ösztönösen tudott. Ilyen az elfeledett böjtölés és a kevesebb evés, a ritkább evés hatására bekövetkező pozitív változás az emberi szervezetben. Az 1990-es évektől kezdődően a japán Osumi Yoshinori igazolta, hogy ha böjtölünk, a testünkben beindul egy olyan folyamat, amely során a sejtekből távoznak a hibás sejtrészek és a kórokozók, azaz az éhezés hatására a testünk megszabadul a nem kívánatos anyagoktól. A jelenséget autofágiának nevezte el, és 2016-ban orvosi Nobel-díjat kapott a munkásságáért. Az autofágia szóban ugye az autó jelentése önmagától, míg a fágia jelentése görögül evést jelent, azaz a jelentése önemésztés, és valójában ez is történik. Az autofágia hatására távoznak a sejtekből a gombák, a vírusok és a baktériumok, a sejtek egyfajta önemésztési folyamatának következtében. De hogyan is zajlik le mindez? A sejtekben van egy olyan szervecske, amit lizoszómának nevezünk, mely lényegében a sejteknek a hulladék feldolgozó, a hulladék lebontásáért és az elszállításért felelős. Minden olyan anyaga, ami sérült vagy hibás a sejtekben, vagy nem működik megfelelően, vagy egyszerűen nem kívánatos, mint az előfelsorolt kórokozók, azt a lizoszóma enzimek segítségével apró darabokra bont le. Ezt követően ezek a lebontott anyagok átkerülnek a májba, ahol ugye energiaforrásként használja fel a testünk, vagy új szövetek építéséhez. Tehát az éhezés során lényegében az történik, hogy a testünk a káros és nem kívánatos anyagokat lebontja, majd belőlük újra egészséges és a test számára hasznos sejteket állít elő. Ez fantasztikus. Az autofágia hatására csökken a sejtek öregedése, tehát öregedés lassító hatása van, javulnak az agyi funkciók, új agysejtek jönnek létre a hatására, a szívünknél regenerálódnak a sejtek, tehát javul a szívizom és a szív környéki szövet állapota, és erősödik az immunrendszerünk is. Az autofágia hatására rosszul feltekeredett fehérjék is át tudnak alakulni egészséges sejtekké. A rosszul feltekeredett fehérjék olyan fehérjék, amelyek hibásan képződnek és mérgezőek a testünk számára, és belülük jönnek létre az amiloidok. Az amiloidok felgyülemlett feltekeredett fehérjék. Az amiloidok okozzák az olyan betegségeket, mint az Alzheimer-kor, legalábbis Alzheimer-es betegeknél jelen vannak az agyban, aztán a szürkehályag, a reumatoid artritis, a Parkinson-kor, de cukorbetegeknél is jelen vannak az amiloidok az erekben. Tehát az autofágia következtében a sejtekből távozni tudnak azok a toxikus fehérjék is, amelyekből az amiloidok képződnek, azaz az előfelsorolt betegségek kockázatát is jelentősen tudod csökkenteni. Mit is jelent az időszakos böjtölés, vagy egyáltalán a böjtölés? Egyszerűen kevesebb szeri evést. Naponta például egyszer, vagy maximum kétszer eszel. Arról, hogy hogyan álljunk át a napi egyszeri étkezésre, és hogy milyen italokat érdemes fogyasztani a nap során, készítettem korábban egy videót, keresd rá a keresőben. A következő lépésben nézzük meg, hogy mivel tudod még megtámogatni az autofágiát, a sejtek önemésztését. Valamilyen mértékű autofágiát indítanak be a kardioedzések is, tehát amikor a szívedet teszed oda, a futás, az úszás, a kerékpározás. Az ételek közül az olívaolaj, a kókuszolaj és a szulforafán tartalmú ételek tudják serkenteni az autofágiát. A legjobb szulforafán tartalmú ételek a zöldszínű zöldségek, a brokkoli, a leveleskel, a kelbimbó, a káposztafélék, a rukkola, a bokcsoly és a vizitorma. A vitaminok közül pedig a D3-nak és a B3-nak van autofágia serkentő
hatása, de ezek mind-mind csak támogatni tudják az autofágiát, hatásuk egyiknek sem ér fel a böjtölés erejével. A böjtölés a kevesebb evés alatt az autofágia kapcsán nem egy rövid ideig, mondjuk egy pár hétig tartó állapotot kell érteni, hanem egy folyamatos, egész életre szóló életmódot. Ha elkezdesz éhes lenni, ne nyúlj egyből az ételhez, várj még 1-2-3 órát, és figyeld meg a testedben végbe menő folyamatokat. Ha az éhségérzet után vársz még 1-2 órát, észre fogod venni, hogy elkezdenek olyan folyamatok lezajlani a testedben, amelyeket korábban nem tapasztaltál még meg. Például beindul a belek méregtelenítése, egyfajta megkönnyebbülési érzet jelentkezhet, aztán az agyad is átbillen egy másfajta állapotba. A korábbi videómban, mely a napi egyszeri étkezésről való átállásról szólt, elmondtam azt is, hogy a napi egyszeri étkezésre való átállás csak jó minőségű természetes ételekkel tudod véghez vinni. Sok zöldszínű zöldséggel, tiszta fehérjékkel, jó minőségű zsírfélékkel, vaj, kókuszolaj, nitritmentes húsokkal, bogyós gyümölcsökkel, halételekkel, tiszta tejtermékkel és tojással. Silány minőségű, többszörösen feldolgozott, magas, finomított szénhidrát tartalmú ételek fogyasztásával ez nem igazán fog működni. Elsősorban azért, mert ugye miattuk az inzulin nem tud stabilizálódni a szervezetedben, és a cukor az édesség iránti vágy jóval intenzívebben fog jelentkezni, így egy idő után nem fogsz tudni már ellenállni. Az időszakos böjtölés egyik fontos eredménye, amit én is megtapasztaltam, az az inzulin szint normalizálódása. Én a napi kétszeri és egyszeri étkezési időszakok között szoktam felváltva lenni. Ha megterhelőbb időszakon van, akkor naponta kétszer eszem, délben vagy reggel és este. Ha viszont olyan időszakban vagyok, amikor többet ülök, kevesebb a stressz, akkor átállok a napi egyszeri étkezésre, és csak este eszem szilárd ételt. Ilyenkor este egy olyan egy órán át lassan eszem, elsősorban zöldszínű zöldségeket, húsokat, esetleg tejterméket vagy tojást, majd utána magvakat, bogyós gyümölcsöket és folyadékot. Természetesen lehetnek olyan napok, amikor az embernek reggel valamilyen ugye nagyobb megterheléshez, vagy nagyobb mennyiségű energiára van ugye szüksége, akkor ugye miért ne enne? Persze ez lehetséges, de a hosszú távú alapelv az, hogy ne egyél azonnal, ahogy éhes leszel, illetve annak megtapasztalása, hogy a testednek bőven vannak energiaforrásai, sokkal több, mint amiről te eddig tudtál. Ne aggódj, nem fogsz éhen halni, még akkor sem, ha 5 napig nem eszel semmit, és közben egész nap futsz a dzsungelben. Remélem érdekesnek és hasznosnak találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni. Ha van tapasztalatod, véleményed a témával kapcsolatban, írd meg a hozzászólásodba, személyes kérdésedet pedig küldd el nekem e-mailben. Ha még nem iratkoztál fel a csatornára, ne felejts el feliratkozni, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!